A Color City Kazincz Barcika SC az MB3 keleti csoportjának 25. fordulójában, hazai pályán a Color City arénában fogadta az SBTC csapatát. A két együttes pontszáma közötti különbség a március 13-ai mérkőzés játékában is megmutatkozott, hiszen a találkozón a Kazincz Barcika akarata érvényesült. A házigazdák már az első percekben igyekeztek megszerezni a vezetést, amit Ádám Ferencnek a 7. percben sikerült is. A későbbiekben is főként a vendégek térfelén folyt a játék. Székely Krisztián és Ádám Ferenc előtt is több lehetőség adódott a barcikai gólok számának növelésére, azonban a helyzeteket rendre hárította a tarjáni védelem. A második játék részben felélénkült a vendégcsapat, ez azonban az eredményben nem mutatkozott meg, hiszen a 62. percben a csereként beállt Kristófi adott jó labdát Pálinkásnak, aki lövésével 2-re növelte a hazaiak előnyét. A találkozó hátralévő fél órájában is a Barcika dominált. Ennek a 82. percben egy büntető lett az eredménye, melyet Kristófi lőtt magabiztosan Szalai Alex kapujába, ezzel beállítva a 3-0-ás végeredményt. A Color City Kazincz Barcika SC csapata legközelebb március 20-án a DVTK 2 otthonába látogat, itthon pedig a török Szent Miklós csapatát fogadja majd március 27-én.